Már reggel megkezdték a munkát a Városgondnokság munkatársai a Török udvarban, ahol közel 40 fajta évelő növény 1000 példányát ültették el. A belvárosban egy hete alakították ki Székesfehérvár első esőkertjének alapjait, amelyben az esővizet egy lefolyón keresztül juttatják el a növényekhez. A közel 3 millió forintos beruházása a Grundfos Magyarország Kft. Támogatásával valósult meg. A cég vezetője úgy véli, az udvar kialakítása szép közösségi megmozdulás, amelynek szerettek volna részesei lenni. Szerintem nagyon szép megmozdulás Fehérváron. Egyrészt ennek a nevezetességnek a sokkal szebbé tétele. Ez volt az egyik mozgatórugója annak, hogy mellé álltunk. A másik az, hogy vízzel kapcsolatos, hiszen mi egy szivattyúgyártó cég vagyunk, és nekünk ez nagyon fontos. Úgyhogy ez a kettő dolog hozott minket ma ide. A munkába bekapcsolódott a város polgármestere Cselparkovics András is, aki elmondta, a most elkészült esőkertet akkreditálni is fogják a Green City mozgalom keretében. A városvezető úgy véli, a terület kuriózum lesz, és egyben jó példa is arra, hogy a város más pontjain is létrehozzanak hasonlókat civil összefogással. Abba bízunk, hogy egy kicsit jó példa jellege is lesz, azaz, hogy a város több pontján ki fognak ilyenek alakulni, hol civil összefogással, hol egy-egy társasház fogja ezt kialakítani, hol pedig a vállalatok, illetve az önkormányzat tud majd ehhez akár pályázati segítséget is nyújtani. Ugye fontos, hogy a környezetben a csapadékvizet össze tudjuk gyűjteni, és erre a területre tudjuk vezetni. Ez itt a környező lakóházak, közösségi terek tetőszerkezetének összegyűjtött, burkolatáról összegyűjtött felületeit, illetve csapadékvizét fogja összefogni. A most elültetett növények várhatóan már idén-nyárra virágozni fognak. A szakemberek szerint azonban a kert a végleges arcát a következő 1-2 évben nyeri majd el. A területet a terepviszonyokhoz és a növények igényeihez alkalmazkodva alakították ki. Közel 40 faj és fajta, ezek majd nagyon szépen összezárnak, és akkor tényleg egy, én azt gondolom, hogy nagyon sokszínű mikroélőhelyet fognak képezni itt a történelmi Török udvarban. Szerintem a belváros egy igazán komoly üdeszínfoltja lehet, mert ez egy elég homogén, rossz minőségű gyepfolt gyakorlatilag. Ugye műemlékvédelmi környezet miatt itt fásszárúakat nem igazán lehet már ültetni, úgyhogy az volt a közös gondolatunk a Grundfos Magyarország Kft-vel, hogy tényleg létrehozunk ide egy olyan ökológikus felületet, ami tényleg klímaadaptív is. Csete Gábor arra kér mindenkit, vigyázzanak a növényekre, hogy minél tovább színes díszei lehessenek belvárosunknak.